ez a projektzáró rendezvény a Békésvárosi Szociális Szolgáltató Központ TÁMOP 5.3.3 kézenfoglak nevű projektjének vége miatt jöhetett létre. Békésiként nekem mindig nagy öröm, amikor környező településeken azt hallom, hogy a mi városunkban nagyon sok pályázat valósul meg, hogy mi mindenre, amire csak lehet, pályázunk, és én ezt mindig nagyon büszkén veszem tudomásul, és örülök, hogy ebben a városban élhetek. Nyilván a büszkeségem még nagyobb, amikor egy általam vezetett, vagy egy olyan intézményben jön létre egy ilyen projekt, amiben én is tevékenykedek. Most ez a TÁMOP 5.3.3 kézenfoglak nevű projekt 20 hónapon keresztül zajlott itt Békésvárosában, és úgy gondolom, hogy az ilyen projektek által tudunk a város lakosságának, bizonyos társadalmi csoportoknak valami újat, valami innovatívat nyújtani. Tehát a jövőben is arra törekszünk, hogy ilyen pályázatokban részt vegyünk, és ezáltal segítséget nyújthassunk a városban, illetve a környéken élő hátrányos helyzetű embereknek. Úgy gondolom, hogy azért a zárásra, az eredménynek a kommunikálására minden embernek szüksége van, és egy picit az ünneplésre is ezzel együtt, hiszen egy olyan területen dolgozunk, ahol nagyon sok negatív hatás ér minket, nagyon sok küzdelem, probléma, ezért örülök én az ilyen alkalmaknak, amikor az elvégzett munkát egy picit értékelhetjük, átbeszélhetjük, másokkal megoszthatjuk, és egy picit ünnepelhetünk is. Ehhez az ünnepléshez kérném én fel Izsó Gábor polgármester urat, városunk polgármesterét, hogy a jelenlévőket köszöntse. Amikor ugye azzal állított be hozzám, Anni, hogy kellene egy lakás, ami ehhez a kézenfoglak projekthez adnak a 16 főnek a részben a munkába visszaállításához, részben pedig a szakképzéséhez harmadik lábként csatlakozik, akkor természetesen elkezdtünk keresgélni, és kijelöltünk egy vagy két ingatlant, amiből aztán sikerült kiválasztani azt az Fáy utcai ingatlant, ahol gyakorlatilag otthonra leltek ezek az emberek. Én azt tapasztaltam, hogy a lakhatási részt azt meg tudtuk oldani, a foglalkoztatást is, és nagyon sokan közülük a munkában való visszatérést is elérték. Ez egy a sok közül, mondhatnánk, 16 főről szól, tehát ahhoz képest tényleg itt nagyon sokan vagyunk, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy valóban sikeres volt, sikeresen tartottunk meg az életkedvét az illetőknek, vezettük vissza a munkába azokat, akik valamilyen módon kiszorultak innen, és azért is vagyok boldog, mert ez a sziszifuszi munka, amit maga a szolgáltató is végez, meg sokszor az önkormányzat is, itt kézzelfogható eredménnyel zárult, vagy zárul. Bár több ilyen programunk lenne, és többször lehetnénk sikeresek, hogy ne csak a fenntartás, a támogatás, illetve a segítségnyújtásnak az olyan formája valósuljon meg, ami aztán a következő évben újra szükségletként megjelenik, hanem véglegesen vagy hosszabb távra sikerüljön valakit ilyen pályára állítani. 2010. június 30-án voltunk itt együtt, amikor a nyitó konferencia zajlott, akkor nagy érdeklődéssel, nagy izgalommal és kétségekkel fogtunk ennek a pályázatnak, viszont bíztunk azért abban, hogy ez egy sikeres dolog lesz, hiszen enélkül nem lehetett volna. A projekt tartalma leegyszerűsítve a foglalkoztatás fejlesztése, képzéssel, munkabálás segítése, lakhatás segítése, és ha ez a három együtt teljesült, akkor a szociális helyzet javítása. Mindezt professzionális szociális munka segítségével lehetett, vagy gondoltuk elérni, és én azt gondolom, hogy a projekt folyamán igen-igen szükség is volt erre a magas színvonalú és nagyon-nagyon sokrétű szociális munkára. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem csak azokat a képzéseket tudtuk megvalósítani, amit beterveztünk, hanem tudtunk figyelni arra, hogy az egyéneknek mi az igénye, a kérése, és a környezetnek mi a
Mi a szükséglete, tehát hol vannak olyan munkahelyek, ahol esetleg majd el fog tudni azzal a bizonyos szakmával helyezkedni. A szükséglet felmérésben az elején azt mondta majdnem minden tag, hogy ők nem tanulni akarnak, ők dolgozni szeretnének. Ennek ellenére nagyon jól érezték magukat az iskolába, és eredményes volt a képzésük. Így 12 embert tudtunk kiképezni, heten takarítónak tanultak és végezték el 6-an, pargondozónak 3-an, szárazépítő, biztonsági őr, szakács, általános iskola 8 osztályát végezte 1-1 fő, illetve biztonsági őrből 2 végzett. Ezt a munkát az önismereti tréning, illetve pszichológus segítette véges végig. Én azt gondolom, hogy ez jelentős előbbre lépés, hogy egyre szélesebb körben megismerik a szociális munkát, amit végül is az intézmény végez, és nem utolsó sorban osztotta a hajléktalanokkal szembeni előítélet. Ez a mai zárókonferencia az utolsó programelemünk, hiszen november 21-én lezárul a pályázat. Célcsoport tagoknak igyekeztünk mindenféle plusz szolgáltatást biztosítani, így például ugye egészségügyi alkalmassági vizsgálatot is finanszíroztunk a projektből, ami kellett a képzésekhez. Igyekeztünk mindenkit ellátni munkaruhával, illetve egyéni esetkezelés, szociális munkást bármikor megkereshették. A lakhatási, illetve foglalkoztatási referensek is segítették a munkánkat. Van egy olyan mondat a Talmudban, hogy ha valaki egyetlen egy embert megment, az az egész világot megmenti. És hogyha ezeknek az embereknek a nehéz úrnak, illetve jót úrnak a sorsát néhány percen keresztül végig kísérhettük, ugye, akkor azt mondom, hogy ez a projekt már megérte. Ha csak egyetlen egy embernek segítünk. De én úgy gondolom, hogy sokkal többről van itt szó. Az ilyen projektek nagyon hasznosak, én úgy gondolom, és az a 33 millió forint, ami végül is ehhez az intézményhez került, hogy ezt a projektet lebonyolítsák, úgy gondolom, hogy nagyon megfelelő helyre került. Gazdagodtak ebből a Szociális Szolgáltató Központnak a munkatársai is, hiszen ez személyiségformáló dolog is, ilyen nehéz sorsú emberekkel foglalkozni, és akik részt vettek ebbe a, hát mondjuk úgy, hogy bő másfél évben, azok az emberek is úgy gondolom, hogy egy élete szóló élményt kaptak, és személyiségük is bizonyos szintig megváltozott. Békésváros és Békés megye is egy-egy hajó. Mégpedig olyan hajók, amelyek a viharos tengeren hánykolódnak, de én úgy gondolom, hogy az a szlogán, amit önök kiírtak ide a falra, hogy kézen foglak, ami az összefogás, a jelenlegi városvezetésnek is a szlogenje, az össze tudja tartani ezeket a hajókat. De úgy gondolom, hogy Békésváros lakosságában megvolt az a civil kurázsi, amiről önök másfél éves projekt során is bizonyságot tettek, amely Békésvárosnak biztosítja a jövőjét. Én úgy gondolom, hogy Békésváros lesz, Békésváros önkormányzata működni fog, és a Szociális Szolgáltató Központ is megfelelően működni fog. És remélem, hogy még számos ilyen nagyon színvonalas projektet le tudnak bonyolítani. Köszönöm szépen!